Na szavaztok, ez itt az 3BP Transport, és itt vagyunk a Dorottya utcánál, Miskolcon. Innen indulnának a vonatok, hogyha nem lenne most pályafelújítás, ugyanis most a Dorottya utca helyett a Majlát megállóval indulnak a Láev vonatai. Annó 2 évvel ezelőtt jártam itt, akkor ezt a Dorottya utcai állomást itt újították föl. Meg azóta Középgaranna, hát itt a Bakettek Pisztráng terepnek nevezik azt a megállót vagy állomást, de hogyha arrafelé jársz a vonattal, akkor Középgarannának hívják azt a megállót, ami most ugye már üzemen kívül van valamiért. Szóval, hogy Középgaranna vagy Pisztráng telep és Garanna között már felújították ott a pályát, épp megépült a Garanna Grund. Ez itt le van kelítve szalagkorláttal, de hát ilyen szép lett. Itt vannak a fontosabb tudnivalók mindenféle nyelven a Lilafredi kisvasútról. Ezt mondtam ugyebár, hogy Miskolc, Dorottya utca és Majlát között pályafelújítási munkátok vannak. Augusztus végéig szünettel. Itt látható egy ilyen kisvasúti vagon. Ez azért van itt, ugyanis 3 évvel ezelőtt, hát nem túl jó szépek itt az állapotok, szóval, hogy nem biztos, hogy ez, de itt 3 évvel ezelőtt a villamosnak ütközött egy ilyesfajta vagon. Itt látható az összes kisvasút, ami Magyarországon megtalálható. Mi most itt vagyunk a Lilafredi kisvasúton. Itt a Dorottya utcát éppen nem jelöli, viszont a következő megállt a Diósgyőrt, igen. Nem látszik, de oda van írva. Ide meg az írva egy Diósgyőri vár, és itt látható a makettje, egy miniben. Aztán megyünk Majlátra, ugyebár most jelenleg itt van a végállomása, az ideiglenes végállomása a kisvasútnak. Aztán megyünk tovább a papírgyára. Itt látható a Diósgyőri papírgyár, és itt ketté ágazik a vonal. Ez a jobb oldali megy Mahócára, a másik meg Lilafreden át Galannára. Mi most elindulunk a Mahócain, itt látható a Csioin, vagy nem tudom, hogy kell kiejteni, majd leírjátok a kommentben, és Mahócára csak külön vonatok járnak. Itt látható a Csanyik Erdei iskola nevezeti megálló. Itt látható a Vadaspark magettje. Itt van, megyünk tovább, itt van az Ortástető forgalmi kitérő. Aztán megyünk az Andók úthoz. Itt látható az Andók út erdei pihenő. És itt látható a Mahóca végállomás. Most pedig a Lilafüred-Garanna szakaszon fogunk így elsétálgatni, ezzel majd utazni is fogunk. Itt látható a Puskaporos forgalmi kitérő, aztán itt van Lilafüredre érkezünk meg, itt látható a palotaszálló, aztán megyünk tovább a Fazolakohóhoz, itt látható a Minimakedben Fazolakohó, aztán Pisztráng terep, vagyis Középgarannának hívják az állomást, vagy megálló, de itt most Pisztráng terepnek van írva. Itt is látható a Minimaketben, és itt van Garanna, ahol nemrég épült meg a Garanna Grund. Itt vagyok Felső Majlátnál, itt van az egyes villamosnak a végállomása, és itt van a Lávnak a telephelye. Itt van egy SGP villamos, ez régen a Miskolci 2-es villamos vonalán ment, és azt akarták, hogy 2020-ban, amikor 100 éves lesz a láv, akkor ezt felújítják, és kis vasúti ágány lesz belőle. Nos, ez eddig nem történt meg. Ott van még egy gőzes is. És most ideiglenesen innen indul Majlátról a kis vasút.
Megérkeztünk Garannára, éppen itt tolatnak, és itt van a felújított garannai állomás, itt van egy ilyen láves fotózkodóhely, itt van egy ilyen játszótér, aminek a neve a Garanna Grund, itt van egy ilyen, itt vannak Magyarország és annak a határon túli közforgalmú kisvasútjai. Mi itt vagyunk a Liraföldi kisvasút Miskolcon, a Dorottya utcától indult, bár ugyebár most a felújítás miatt csak a Majlátról indul, és elmegy itt Lilafüreden át Garannára, mi most itt ugyebár Garannán vagyunk, és Mahócárra is ágazik ki egy vonal ugyebár a papírgyárról. A Mahócára csak külön vonatok szoktak járni, szóval ilyen menetrendszerinti vonatok, mint ez, ilyenek nem. Lájkold és oszd meg a videót, és ne felejts el feliratkozni!